Kultúrpontot látják, köszöntöm Önöket. A mai műsorban minden a kortárs képzőművészetről szól majd. Elsőként ellátogatunk az idei Hegyvidéki Nemzetközi Művésztelepre. A műsor második részében pedig a Gallery Weekend Budapestről beszélgetünk. Tartsanak velünk! 10 napos intenzív kurzuson vehetnek részt azok az alkotók, akik jelentkeztek az idei Hegyvidéki Nemzetközi Művésztelepre. Az itt készült munkákból nem sokára a Hegyvidék Galériában nyílik majd kiállítás. Ezt az érdeklődők szeptember 18-ától tekinthetik majd meg. Ecsetek, festékek és vásznak jelzik mindenütt, hogy már javában zajlik az idei Hegyvidéki Nemzetközi Művésztelep. A Momkultban kialakított alkalmi műteremben folyik éppen a munka. Az idei évben összesen 14 hazai és határon túli képzőművész vesz részt a művésztelepen. Többek között a Vajdaságból, Erdélyből, valamint Kárpátaljáról is érkeztek alkotók. Idén már 22. alkalommal kerül megrendezésre a Hegyvidéki Nemzetközi Művésztelep, amelyet hát én második éve veszek részt lényegében a szervezésében. Különböző helyszíneken volt eddig a kerületben megrendezve, idén már szerintem már legalább harmadik alkalommal a MOM Kulturális Központban vagyunk. Itt vannak a termek, ahol alkotnak a művészek. 14 művészünk van jelenleg, akik eljöttek a táborba. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a határon túli területekről, határon túli magyar területekről is hívjuk művészeket, így most is idén is minden terület képviselve van. Így Szlovéniából, a Muravidékről jött egy alkotó, akkor a Vajdaságból, Erdélyből, a Felvidékről, valamint Kárpátaljáról is jött hozzánk festőművész. A művésztelep idei témája a retro, vagyis az alkotók a művek elkészítéséhez a nem is olyan távoli múltból merítenek ihletet. Volt egy ilyen tervem, hogy készítek magamnak egy ilyen rádli elnevezésű festőhengert, amit ugye még annól a mi nagymamáink, dédmamáink használtak otthon a konyha falának dekorálásához. És hát közben itt kiderült a beszélgetések során, hogy az egyik művésztelep résztvevőnek van egy ilyen eredeti festőhengere. Valamelyik Ócska piacon vette még régebben itt Magyarországon, és hát tőle kölcsön kaptam, és hát borzasztóan megörültem neki, nagy meglepetés volt, és ezeket a festőhengereket használtam alapul, mint egy ilyen tapétamintát adtam azoknak a tájképeknek, amiket egyébként is festeni szoktam. Pató Károly éppen különleges hangulatú linoleum metszeteket készít. Hát ez egy kicsit ilyen szürrealisztikus, inkább a hangulatában retro, amit most éppen faragok. A technikája az pedig linoleum metszet, ahol tükörképet metszünk és fordítva csinálja az ember. Amit kimetszek, az lesz fehér. Utána, mikor készen van a metszés, akkor utána lehengellem festékkel, ráteszem a papírt és áttekerem a részkaszpésemen, és akkor úgy jön le a nyomat. A nagyobb méretűeket kézzel is lehet nyomtatni, csak az körülményes. De még ezt a 70-100-as méretet még tudom otthon a présemen is nyomni. Szepesi Béla grafikus művész metszetei a középkori üvegablakok hangulatát idézik meg. A retro egy olyan fogalom, amit nem lehet meghatározni, épp hogy azt sem tudom megmondani, hogy mi a kortárs művészet, mert nem tudjuk, hogy honnan számíthat. Tehát valahogy ugye a retro az én felfogásomban egyfajta visszanyúlás egy szednek viat korhoz, és ez attól függ, hogy ki milyen idős, tehát a mai fiatalok számára, akik 18-20 évesek, neki a retro az, ami ezelőtt 10 évvel történt, a retro az, amikor még nem volt Facebook mondjuk. Tehát nekünk ez teljesen más, mert ők olyan dolgokat gondolnak retrónak, ami nekünk szinte még a tegnap. Úgyhogy én kicsit régebbi dolgokhoz nyúlok vissza, és valahogy a középkori üvegablakok, metszetek hangulatát idézem fel munkáimba, amiben visszaköszönnek olyan alakok, olyan szoborok, szoborszerűségek, amelyek viszont nem középkoriak, hanem inkább a 60-as, 70-es évekből bukkannak fel, de olyan környezetben, mintha középkori lenne. Hát egy kicsit kacifántosan mondtam el, de valahogy ez az életérzés mozog bennem. Tehát egyfajta visszanyúlás a tegnapokhoz, meg a tegnap előtthöz is. A művésztelep egyik résztvevője Zsáki István festőművész is, akinek Vajdasági Rögök című kiállítása a napokban nyílt meg a Hegyvidék Galériában. Őt többek között erről a tárlatról is kérdeztük. Ez a föld, ezek a rögök, mint ahogy mondtam is, ez a
fönnmaradásunknak, vagy a lényegünknek, ugye, tehát ebből született az ember is, tehát porból letté, porrá válsz, ugye, tehát a Biblia szerint, hogy mekkora az igazság benne, a porrá válsz az igen igazság, ugye, azt tudjuk, de az első változatot nem annyira tudjuk, tehát valamint egy ilyen nagyon egyszerű tárgy, amelyikben, tehát benne van az élet, benne van a halál, benne van minden is. Ezért ezek a rögök nálam vándorolnak. Sok olyan cím van, hogy a rögök vándorlása, rögök születése, mint a hátam mögött, amelyik készül, hogy egy kis rög megszületik, vagy a kis rögnek a világa, vagy a rögök beszélgetése. A rögöknek egy ilyen megszemélyesítem őket a képen köröztől. És valahol ez a kiállításnak is a lényege, hogy egy személytelen valami, nagyon egyszerű, ugyanakkor magában egy igen komplikált, de egy lényeges dolog, amelyben amelytől a mi életünk függ, ugye, tehát ennek adni egy képi világot, tehát ez a lényege a kiállításomnak. A művészek szerint a hasonló találkozások, tapasztalatcserék új lendületet és inspirációt adnak. Sajnos az elmúlt 3 évben nem tudtam festeni, és így látszódik így a munkáimon is, hogy így nagyon így felvillanyoz a hely, az emberek, a légkör. Első alkalommal vagyok itt, Judit meghívott, és nagyon örültem neki, pláne amikor megérkeztem első nap, és láttam ezeket a szuper körülményeket. Egy nagyon-nagyon klassz hely ez a MOM kulturális központ. Tehát minden adott, ami a nyugodt alkotáshoz szükséges. Én grafikus vagyok, és elsősorban talán ez a telep inkább azoknak kedvez, akik a plein air-t vagy más technikákat részesítik erénybe. De mindenképpen fontos az, hogy az ember milyen társaságban van, és az legalább annyira előre tudja mozdítani a művészi tevékenységét. Azt, hogy megismerkedek más országokból jött kiváló művészekkel, a munkáikkal, és ez biztos, hogy hat az emberre. Jó az embernek visszajönni, tehát a régi ismerősökkel találkozni. Aztán a másik dolog, hogy az ember biztatást nem kap sehol sem. Az életben itt kapunk biztatást, egymásnak adunk, egymásnak a munkáját nem fölülbíráljuk, hanem csak úgy elbeszélgetünk a munkáról, és valahol az embernek, hát nem mondom, hogy veri a mellit, de jó esik, hogyha a kollégáktól kap egy ilyen ösztönzést. A művésztelep résztvevői számára többféle programot is szerveznek. Mindenképpen ugye nagyon fontos, hogy legyen idejük alkotni, de emellett szeretnénk mindig színes programokkal is várni őket. Idén is már két kiállítás megnyitón voltunk, az Önkormányzat Folyosó Galériáján, valamint most a Hegyvidék Galériában Zsák István kiállítása látható, aki idén is itt van a művésztelepen, tehát nem csak a kiállítás megnyitójára mehettünk el együtt, hanem itt is alkot. És hát még tervezünk, átmentünk a MOM Sportba egyébként festeni, a MOM Sport idén is támogatta a művésztelepet, átmentünk oda egy kis plein air festésre néhány művésszel, valamint megnéztük a Frida Kahlo kiállítást a Magyar Nemzeti Galériában, az pont ma történt, és holnap pedig egy egész napos kirándulást tervezünk Kápolnásnyéken és Székesfehérváron. A 22. Hegyvidéki Nemzetközi Művésztelepen készült alkotásokból szeptember 18-án nyílik majd kiállítás a Hegyvidék Galériában. A kortárs képzőművészet sok színűségére hívja fel a figyelmet a Gallery Weekend Budapest. Szeptember 8-án és 9-én tárlatvezetésekkel, megnyitókkal várják a látogatókat a legjobb fővárosi magángalériák. Több helyen maguk a művészek mesélnek majd az alkotásaikról, az alkotás folyamatáról. Vendégünk Rieder Gábor, a rendezvény művészeti igazgatója. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Mielőtt a konkrét programokról beszélnénk, ejtsünk szót picit arról, hogy ön szerint a galériák
galériához fűződő igények, vagy a galériákkal szemben támasztott befogadói igények mennyiben változtak az elmúlt években? Mit kell tudni ma egy galériának ahhoz, hogy versenyképes legyen? Hát az elmúlt években ilyen nagyon számottevő változás nincsen, tehát ez egy folyamatos építkezés, amiben az alapvető fordulat azért a rendszerváltás után történt meg. Tehát még a, most hogyha beszélünk elsősorban nem non-profit, hanem for-profit, tehát kereskedelmi kortárs galériákról, ilyenek ugye nem működtettek értelemszerűen a szocializmus alatt, illetve a 80-as évek végén már volt valami fajta enyhülés ebben a politikában, de alapja ott nem volt, tehát ez egy állami műkereskedelem volt, aminek a összeomlásával a rendszerváltás után elkezdődött valami építkezés. De kortárs művészetre igényt teremteni, piacot teremteni azért nem egy egyszerű ügy, úgyhogy ez egy jó 10 évig tartott végig a 90-es években, amíg egy ilyen nyugati típusú kereskedelmi galéria szintér kialakult Budapesten. Akkor viszont az ezredforduló már tényleg kialakultak, azért itt nem ilyen nagyon sok intézményről beszélünk, 10-20-30 galériáról, tehát ami azért már számottevő dolog, létezik kézzelfogható galériás szintér, sőt annak idején, beszélve itt mondjuk 2000-es évek elejéről, ez regionálisan egy kifejezetten erős szintér volt. Tehát annak idején, jó 15 évvel ezelőtt a mondjuk varsói, vagy a bukaresti, vagy a pozsonyi szintér, vagy akár a prágai, az sehol nem volt a budapesti kortárs galériás szintérnek a gazdagságához és erejéhez képest. És most? Most kiegyenlítettebb a mezőny, tehát az a kezdeti for, ami megvolt a magyar szintéren, az mondjuk elolvadt, nagyon sok menő galéria befutott nemzetközileg a különböző városokból, Varsóból mindenek előtt, Bukarestből is valamennyi, ott még egy érdekes konstelláció folytán, Kolozsvár is nagyon erős lett, Pozsony is, Prága is komoly versenyzőkkel van jelen ez a nemzetközi galériás világban, tehát kifejezetten megerősödött ez a dolog. Történt sok minden Magyarországon is, tehát hogy volt egy ilyen, már a 2000-es évek elején egy ilyen gazdagság, vagy egy mondjuk széles, termékeny, galériás termőtalaj, meg szintér. Akik ugye elindultak külföldre is, mert ez mindig ennek a műfajnak az igazi próbája megjelenni azokon a szakvásárokon, amiket nemzetközi szakvásárokon, amiket artfereknek vagy művészeti vásároknak neveznek. Az jelenti azt, hogy az ember be tud kerülni a nemzetközi krémbe, és hogy igazán komolyan vegyék. És az bár sokáig ebbe a Budapest erősen el volt maradva, az elmúlt pár évben azért itt volt egy érzékelhető változás, hogy gyakorlatilag most már a legjobb vagy második legjobb vásárokra eljutnak a magyar kortárs galériák, úgyhogy ez egy nagy siker. Mindennek fényében milyen helyzetben vannak most a budapesti kortárs galériák? A itthoni közegben olyan erős változás nincs, tehát mondom, ez egy folyamatos építkezés, hogy az ember megtalálja a maga közönségét. Az egy nagyon pozitív visszajelzés, hogyha az ember nemzetközileg is mozog a galériájával, meg általa képviselt művészekkel, mert az egy olyan nagy csapat részének lenni, ez az érzés, amit ott az ember át tud élni egy ilyen nemzetközi nagy eseményen, az nagyon jó doppingszer, tehát az olyan, amivel lehet itthon is futni utána még fél évet, mert annyi lendület van benne. De nyilván itthon is van piac, és van erre érdeklődés, vannak gyűjtők, még sokkal inkább beszélünk vásárlókról, mint gyűjtőkről, tehát ez egy ilyen első fázis, tehát hogy valaki elkezd érdeklődni, meg tetszik neki valami, vagy van egy igénye arra, hogy ilyen kortárs vizualitással vegye körbe magát, vagy azzal érintkezzen, tehát nem mereven elutasító ezzel szemben. Hogyha elkezd érdeklődni, akkor ugye előbb-utóbb eljut galériákba, ami azért már egy komoly lépés, hogy az ember ott átlépje a küszöböt, és megismerkedjen ezzel a mellesleg sokszor elég sznobnak tűnő világgal, ami néha amúgy sznob is eléggé, de egyáltalán nem minden esetben, másrészt amúgy teljesen nyitott és barátságos, laza, közvetlen közeg ez.
Ha már ezt említette, bocsánat, hogy félbeszakítom, de talán ez fontos kérdés, vagy momentum, amit említett, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy az emberek, akik egy picit vonakodnak attól, hogy bemenjenek egy kortárs galériába, vagy bármilyen galériába, megtegyék az első lépést, és elmenjenek egy kiállításra. Tehát épp a Gallery Weekendnek is ez volt az egyik ilyen fő motivuma, amiért létrehoztuk, hogy kell valami médiazaj, és hype, és trombita szó az egész szintér körül ahhoz, hogy az emberek, akik amúgy magukról se tudják, hogy őket ez érdekli, azokba ez megfogalmazódjon, és egy olyan fesztiválosabb hangulat, amikor nagyon könnyen be lehet erre lépni, amikor az ember nem egy késő decemberi megnyitóra megy el, ahol azt látja, hogy itt mindenki ismer mindenkit, és csak ő a kívülálló. Ilyenkor ez egy más világ, tehát hogy ilyenkor szélesre vannak hétvégén nyitva a galériáknak a kapui, és ilyenkor rengeteg ismerkedő olyan figura tűnik föl, akik korábban még nem voltak láthatók az adott galériában. Ebben az olvasatban, vagy ebben a tekintetben hogyan lehet vonzó egy galéria a laikus nézők számára, akik csak járnak a városban, meglátnak egy gyönyörű kirakatot, és valamilyen módon meg szeretnék nézni, hogy mi van mögötte? Hát azoknak a kétféle galéria van, az egyik típus az ezzel a homlokzati nagy üvegablakokkal operál, az bizonyos szempontból egy kényelmes dolog, mert egyből kint van az utcán is, bárki be tud hozzáesni. A másik galéria típus, amúgy korábban ez terjedt még el a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején, ezek a magánlakásokba kialakított galériák, amik meg mondjuk gyűjtői szempontból sokkal izgalmasabbak, tehát hogy ott nem egy boltba látja az ember a kvázi kiállítva az utcán a dolgokat, hanem egy jóval intimebb lakásszerű térbe, ahol sokkal könnyebb elképzelni, hogy az adott műtárgy az otthon is tud működni. Ebbe a utcára nyitott szituációba ott becsábulni könnyű, de azt elképzelni, hogy az adott műtárgy hogy működik a hálószobába vagy a nappaliba, az sokkal nehezebb, mert hogy az egy ilyen transzparensebb, nyitottabb, más jellegű közeg. Említette a fenntartásokat, milyen fenntartásaik vannak általában az embereknek a galériákkal szemben, ami miatt nem merik megtenni az első lépést? Hát egyrészt van az, hogy ez egy snob dolog, és ide nem lehet bekerülni. Ezt mondom, hogy bizonyos snobság persze van egy ilyen ebben a szintérben, valahogy abból fakadólag, hogy ez egy ilyen mindig a topon kell lenni, vagy frissnek lenni, és követni a frissebb trendeket, tehát azért ehhez járul valami fajta snobság. De közben, mint társasági élet, vagy mint emberi viszonyrendszer, ez egy őrült, laza és közvetlen világ, tehát ettől igazán fölösleges félni. Van egy másik félelem, hogy ez az egész, hogy érthetetlen. Ez pedig hogyan lehet érthetővé tenni? Trenírozásnak a kérdése, tehát vannak műtárgyak azért, amik egyből érthetők, vannak kortárs műtárgyak, amik több szinten működnek, tehát van egy könnyen érthető jelentés szintje, van esetleg egy másik, ami távolabb visz, vagy amihez ismerni kell mondjuk művészettörténeti tényeket, adatokat, képeket, műveket, bármilyen történéseket, és csak akkor engedi magát. Vannak olyanok, amiket tényleg rohadt nehéz megérteni és megközelíteni, mert nagyon gubancosan gondolkodnak, tehát egy nagyon komplex és árnyalt és bonyolult jelentési rendszerrel dolgoznak. De hogy ezeknél is azért vizuális dolgokról van szó, tehát hogy ez nem egy számsor, amit meg kell fejteni, hanem tárgyak, és, vagy festmény, vagy objekt, vagy valami, ami ott van, amihez ugyanúgy lehet viszonyulni, mint bármi, ami körülveszi az ember. Szóval az, hogy valami túl bonyolítottnak tűnik, az nem biztos, hogy az, és nyilván lehet kérni az embereket, hogy elmagyarázzák, akik ehhez értenek, de közben teljesen legális dolog naívan neki menni egy műtárgynak, és csak azt nézni, amit lát az ember, hogy ezen egy WC-pumpa van, vagy egy száraz virág, és a WC-pumpa az WC-pumpa, meg a száraz virág is száraz virág, tehát hogy ezzel lehet nyugodtan értelmezni a nézőnek a saját módján.
azért a kortárs művészet eléggé bele van kötve abba az egész kortárs popkultúrába és vizualitásba, tehát itt nem feltétlen Homérosszal kell, vagy Shakespeare-rel jönni, és aki nem tudja az összes királydrámát, az el van veszve, tehát nagyon sokszor egy teljesen hétköznapi ismeretanyag elég ahhoz, hogy az ember eligazodjon. És hogyan tudják önök például segíteni az embereket ebben az eligazodásban? Nagyon érdekes volt, amit az előbb mondott, mert azt tettem észre, hogyha bemegyünk egy kiállításra, és kicsit hallgatjuk, hogy mit mondanak az emberek, akkor ilyen nagyon egyszerű minősítéseket mondanak. Tetszik, nem tetszik, szép, nem szép. Hogyan lehet túllépni ezen? Igazából a tetszik, nem tetszik, az egy alapfogalom, tehát hogy annak működnie kell. Az embert valami vonza, vagy nem vonza. Van, hogy intellektuálisan érdekfeszítő, de közben nem tetszik, és nehéz hozzá közel kerülni, tehát hogy ezeket amúgy nem kell kitiltani, tehát ez olyan alapviszonyulás, ami van. Azt, nyilván persze, csak de... hogy azt vettem észre, hogy nincsenek fogalmaink, nincsenek fogódzóink, persze. Ami alapján értelmezni tudjuk, vagy beszélni tudjunk a látottakról. Hát azon dolgozunk ilyenkor, hogy tekintve, hogy mondjuk a Gallery Weekend idején azért nagyon sok olyan néző jön be a galériákba ezen a hétvégén, akik amúgy nem nagyon járnak ilyen kortárs galériákba, hogy nagyon sok vezetés legyen. Vannak csoportok, amiket önkéntesek vezetnek végig galériáról galériákra. Itt mindig az adott galériából a kurátor vagy galériás, aki egy rövid tárlatvezetést tart. Direkt itt az a cél, hogy nem egy órás akadémiai előadást kell adni, addig bonyolítva a kiállítást, amíg csak lehet, hanem itt ennek az ellenkező a cél az, hogy itt van egy anyag, amire most van 10 perc, az nem túl kevés, az alatt ezt be lehet fogadni, és akkor az a feladat a galériásnak, kurátornak, hogy elmondja könnyen érthető módon, hogy itt mi történik, honnan, hová megy ez a kiállítás, mi benne az érdekes, mire kell odafigyelni, és szóval egy ilyen kézzelfogható eligazítást adjon a nézőnek. És ha már a programoknál tartunk, akkor idén hány galéria csatlakozott az idei programsorozathoz, illetve a tárlatvezetéseken milyen kísérő rendezvények, programok lesznek? Igen, idén 12 galéria van az alapprogramban, 12 kereskedelmi galéria, ez még társult két non-profit kiállítóhely, valamint van egy a Cipernowski házban befogadta egy ilyen központi csoportos kiállítást, ami a résztvevő galériának a művészeikből van válogatva. Egy brazil kurátor, Bruno Baptistelli válogatta ezt az anyagot. És hát tárlatvezetés alapjában véve, ugye itt a programnak a magja az a tárlatvezetés, tehát hogy itt van persze sok megnyitó, ahol egy ilyen felszabadultabb környezetben lehet mondjuk a társadalmi szintérrel is, a művészeti társadalmi szintérrel érintkezni, de alapjában véve mi itt a tárlatvezetésekre fókuszálunk, hogy azok legyenek minél frappánsabbak, minél könnyebben érthetőek és minél inkább befogadhatóak. A fiatalokat mennyire szeretnék megszólítani, mennyiben állnak ők a fókuszban, mint célközönség? Hát azt kell mondanom, hogy a Gallery Weekend elmúlt 5 évében valahogy mindig úgy alakítottak az arculatot is, meg az egész kommunikációt, hogy mindenek előtt egy ilyen fiatal közönség álljon a középpontba. Tehát hogy az a cél, hogy őket szólítsuk meg. Egy olyan egyetemet végzett, iskolát végzett, épp pályakezdő, ők közeget, akinek van friss szeme, van érzékenysége a vizualitásra, a kortárs vizualitásra, ismeretanyaga feltehetően nincsen, vagy legalábbis nem sok van, de ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy ezt el tudják mélyíteni. És ez működik is, tehát a galériák minden évben arról számolnak be, hogy van egy olyan új, friss, fiatal közönség ilyenkor, akikkel amúgy nem szoktak találkozni egy hétköznapi megnyitón, vagy egy az év más részeiben, illetve hát nyilván ezekből az emberekből sokan visszajáró közönségé válnak, tehát a mi praxisunkban is sok ilyen volt, akik akár csak velünk dolgoztak, mint önkéntes, vagy szóval akiket így tudunk kísérni, tehát ez egy nagyon, a Gallery Weekend egy jó ilyen belépő pont arra, hogy az ember bekerüljön ebbe a világba. Nyilván valamelyest költői a kérdés, de miért érdemes a vizualitással, képekkel foglalkozni? Hát igazából az a világ, amiben élünk, azért annak ellenére, hogy a
kultúrának az alap DNS-e az egy irodalmi dolog, Magyarországon pláne az, de mindenhol, tehát azért az írott szó az elsődleges információ átadó eszköz, tehát az emberek azért nem piktogramokban kötnek szerződést, hanem írnak róla egy papírt, mert az a precíz, az a pontos. De ennek ellenére azért az egyértelmű, hogy a második világháború óta tévé miatt, fotó miatt, technológia miatt, internet miatt azóta olyan mennyiségű kép kezd el áradni az emberek körül, amilyen sosem volt eddig. Tehát, hogy ez egy olyan kor az emberiségnek az életébe, amikor a vizualitás az őrülten fontossá vált. És ehhez képest tudom, hogy a kortárs művészet még mindig alul reprezentált, miközben a kortárs művészetnek az az egyik fő funkciója, hogy erre a dologra reflektáljon, és valahogy kezelje a képáradatot, és néha kiragadjon belőle valamit, idézőjelbe tegye, megmagyarázza, kritizálja. Tehát ezt a masszát, ami minket körbevesz, és amit amúgy nyelvileg, meg szövegben elég nehéz kezelni, de mégis ebben élünk, és ez befolyásol minket, ezt a kortárs képzőművészet nagyon jól tudja nyersanyagként kezelni, és valahogy megemészteni a számunkra. És egy technikai jellegű kérdés a végére, hol lehet pontosan megtalálni a programokat, illetve hogy mikor, hol lesznek tárlatvezetések? A Gallery Weekend Budapest weboldalon megtalálhatók a programok, és az is megtalálható az összes résztvevő galéria. Ezekben a résztvevő galériákban pedig ott van akár egy ilyen flyer, ami elérhető lesz, amin térkép is van, azt is lehet követni, illetve hát benne vannak azok az indulási pontok pontosan meghatározva, meg útvonalak, hogy ezek az önkéntesek által vezetett délutáni túrák, ezek épp honnan, hová mennek, és hol lehet becsatlakozni rájuk. Nyilván még nagyon-nagyon sok mindenről lehetne beszélni a rendezvény kapcsán. De most lejárt az időn, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm. Friss Kultúrponttal minden szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!